Szirtes Edina énekesnő zenés kíséretében és Vecsei H. Miklós színművész felolvasásában hangzottak el Lackfi János legújabb kötetének, a hashtag Jó étpuszi második kiadásának versei. A 11. kolozsvári ünnepi könyvhét keretében megszervezett író-olvasó találkozó pedig népes közönségnek örvendhetett. A hashtag Jó étpuszi, illetve a hashtag Jó étpuszi 2 című könyv ugye azért is ilyen maias a címe, mert hogy ezek a Facebookra születtek alapvetően ezek a versek. Tulajdonképpen verseknek is az olvasók nevezték ki őket. Ezek igazából a napi Isten élményeimnek a mondhatni a túlcsordulásai. A bibliai történetek update-elése zajlik, hol humorosan, hol fájdalmasan, hol így, hol úgy. Mindig más nézőpontból, sokszor nagyon extrém hangokon, mert hogy mindannyian kapcsolódunk valahogy az Istenhez, kapcsolódunk valahogy a 10 parancsolathoz, mondjuk akár, hogyha napi többször áthágjuk, akkor ugye ez, mint az áróvonal, átmentünk rajta. Látás. Azt mondja, bőröd színarany, hajad holló, fogait frissen fürdetett juhok. Azt mondom, uram, töröld meg a szemüveged, sápat vagyok, csupa ránc, alig van épp fogam, hajam meg ritka, mint a fehér holló. Itt inkább a belső fényképek számítanak, és ezek a féle belső felvételek arról, hogy hogyan járok én a Jóistennel. Meg ami még különleges ezeknél a verseknél, hogy nagyon sok imában született, tehát tulajdonképpen szerzőtársa Jóisten, azt lehet mondani szerénytelenül. Meg próbáltam azt a robbanékonyságot, meg ezt a szikrázó sokféleséget érzékeltetni, ahogy az Isten szeretet így áramlik a világban. Lackfi János keresztény hittel átitatott sorai egy másféle, a megszokottól eltérő hangot ütnek meg. Mai, friss és néhol provokatív módon kívánja a ma emberét megszólítani. Vecsei H. Miklós szavait idézve. Nagyon sokat lehet róla beszélni, tanító szövegek. Segít, hogy az ember megérkezzen. Amikor imádkoztok, ne egyensúlyozatok óvakodva, mint a kötéltáncos, hanem betűjetek le a mélybe, teljes testsúlya, mint a bungee jumping volnátok. Amikor imádkoztok, ne udvariaskodjatok velem, mint valami agyalágyult vén arisztokratával, hanem tekerjétek ki a kezemből a kegyelmeket, mint az óvodás, amikor meg akarja kaparintani a műanyag motort. Lackfi rengeteget ír, rengeteg típusú verset, minden vers az ő életében, és én sokszor úgy éreztem, hogy ő túlírja a dolgokat, hogy túl sokat ír, és nekem volt is ezzel egy bajom. Amikor összeszedtem a bátorságomat, akkor ezt elmondtam neki, hogy nekem van egy ilyen érzésem, és hogy segítsen ki, hogy ő hogy áll saját magával, és azt mondta, hogy ő tulajdonképpen tényleg túlírja, de csak azért, hogy észrevegyük, hogy mindenben ott van a vers. Pont mint egy hívő ember, hogy mindenben próbálja megtalálni Istent, rosszban, jóban, ő is mindenben próbálja megtalálni a verset. A versekhez illő dallamok megtalálásában Szirtes Edina énekesnő volt a szerző segítségére, aki dalválogatását a kötetből kiemelt és az általa megzenésített versrészletekkel színesítette. Igazából a dallamok és a zene ezekre a szövegekre született, tehát abszolút a vers és a gondolat inspirálta. Rengeteg vers van, amit már volt szerencsém meghallani zenében, mert ez tényleg úgy van, hogy nem erőltethetjük rá a versekre, de valahogy, ahogy muzsikusként elkezdi az ember olvasni a verseket, elkezd zenélni, zenévé válni.